természetesség mellett ugye az innovatív szemlélet egyik másik része az, hogyha szeretnénk megőrizni az egészségünket, akkor az immunrendszerünket kell alapvetően a lehető legjobb irányba terelni, mert hogyha azzal minden rendben van, akkor elvileg a testünkkel is minden rendben van. Az immunrendszert például hogyan lehet támogatni természetesen? Az apiterápia az egy az ősidők óta ismert és használt terápiás módszer. A kaptárnak különböző termékeit úgymond kivették, és mindig is használták, csak most ez egy nagyon új keletű dolog, hogy visszafordulunk egy kicsit, amikor a természetességre gondolunk, ugye a méhecskék tényleg a természetet hozzák nekünk haza. Nagyon tudatos kis lények, tehát tudják azt, hogy hova kell szállni, mire kell vigyázni, mindenből a legjobbat, tehát már eleve ők a gyűjtéskor mindent megválogatnak, hogy már a kaptárjukat is megvédjék mindenféle fölösleges külső fertőzéstől. Ugyanakkor önmaguknak is használták, tehát a saját táplálékként a kaptár úgy, ahogy van, teljes készlettel szolgál minket, és segít nekünk abban, hogy az immunrendszerünket támogatni tudjuk. Tehát alapjáratban bármilyen méhészeti terméket vennénk szemügyre, mindegyik alapból immunrendszer erősítő. Amellett, hogy ezek gyors felszívódású források, mivel természetesek, és a szervezet nagyon-nagyon hamar hasznosítja, mert felismeri őket, nem kell bizonyos helyeken ugye átalakítani, hogy a szervezet számára felszívódhasson. Ugyanakkor rengeteg beszélünk akár a virágpóról, vagy a méhkenyérről, olyan élő tápanyag forrása a bélflóránknak, ugye tudjuk, hogy ha a bélrendszer rendben van, akkor nagyjából az immunrendszerünk is meg tudja magának, fel tudja magának szívni azt, ami őt táplálja. Erre jók ugye a virágporok nyers formában, mivel prebiotikumot is tartalmaznak, ami ugye egy tápláléka a bélflórának, és ugye a méhkenyér is, ami amellett, hogy az anyagcserét serkenti vagy lassítja, attól függően, hogy milyen problémába szenvedünk, rengeteg aminosavat és vitamint tartalmaz, és a bélrendszer tisztításával egyúttal a felszívódást is felerősíti, vagy ugye ott van a méhpempő, amit a méhkirálynő fogyasztja, tehát az ő immunrendszere azért nagyon fontos, meg az életben tartása, őt is használjuk, amellett ugye folsav forrás, meg B-vitamin forrás, ami ilyenkor nagyon fontos lehet, illetve a propolisz, amit a méhek is arra használnak, hogy csodálatosan és teljesen egészségesen tarthassák a kaptárt. Csodálatosan véd ugye gombás fertőzések, vagy akár bakteriális fertőzések ellen a propolisz, és hát ha a méhecskék ezt használják, mi is nyugodtan használhatjuk. Természetes módon is van antibiotikum, amit használhatunk? Minden méz alapjáratban egy természetes antibiotikum, olyan hatóanyag tartalma van minden méznek, de kiemelten a manuka méz az, ami gyógyászatilag egy beigazolt terápiás méz. Ugye olyan hatóanyag van benne, ami antibiotikum hatóanyagnak felel meg, de amellett, hogy kifejti az antibiotikum hatását, a probiotikum is. Tehát nem fogja a gyomornyálkahártyáját, a bélrendszert leterhelni, és nem fogja ölni a bélflóránkat, hanem kifejti ugye az antibakteriális hatását, de ugyanakkor táplál is.